Az Aranybulla emlékműnél néma koszorúzással kezdődött az a tudományos konferencia, amelyet az Aranybulla kiadásának 800. évfordulója kapcsán rendeztek a székesfehérvári Hímerházban. Az eseményen részt vett többek közt Horváth Lugosi Gábor, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója, valamint Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Ebben az emlékében fontos az, hogy legyenek olyan partnerek, akik különböző megvilágításból néznek erre a történelmi eseményre és dokumentumra. Így tett a Magyarságkutató Intézet. Külön megköszönöm az intézetnek, hogy maguk kezdeményezték ennek a konferenciának a létrehozását, és azt, hogy ez itt Székesfehérváron kerüljön megrendezésre. A Magyarságkutató Intézet főigazgatója megnyitó beszédében köszönetét fejezte ki, hogy Székesfehérvár városa otthont adott a tudományos konferenciának, mely korosztálytól függetlenül minden generáció számára érdekes és tanulságos lehet. A Magyarságkutató Intézet szerint tudhatnánk jóval többet az Aranybulláról, és ezek a tudományos ankétok hozzájárulnak ezekkel az előadásokkal, Veszprémi tanár úr, Vizi tanár úr, Pósán László elnök úr, hiszen az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke, aki egyben történik, kiváló történész, ő is tart itt többek között előadást, vagy Bárány Attila tanár úr, de mondhatnék, hogy nagyon passzol, Horváth Attila alkotmánybíró, jogtörténész tanár úr is tart itt előadást ezen a mai napon. Az első előadást Veszprémi László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára tartotta. A Magyar Királyság helye és stratégiai szerepe a 12.-13. században címmel. Nagyon nehéz persze néhány másodpercben felvillantani a 200 évnek a esemény sorozatát, a történéseit. Annyit azonban megállapíthatunk, hogy Magyarország kiemelkedő szerepet játszott az európai történelemben. A térségnek középhatalma, hogyha nem nagyhatalma volt, és ennek megfelelő súllyal vett részt az európai politikának az alakításában. A félnapos tudományos előadás sorozata Királyok és Szentek az Árpádok kora című kiállítás kurátori tárlatvezetésével zárult.